Sziasztok! Üdvözlök titeket egy újabb videóban, amiben egy vendégem lesz, méghozzá Eszter, a húgom, akivel már egyébként találkoztatok több videómban is, még valamikor nagyon-nagyon a legelején is, amikor elkezdtem, aztán volt egy kihívásos videó, hogy mi volt az a Bimbazult kihívás, igen, az egy ilyen vlogmas rész volt, és nemrég volt ugye a milánói videó, ahol együtt utaztunk, úgyhogy már abban is benne volt, de nagyon sokat így nem beszélt, meg magára meg pláne, és többször is kaptam olyan üzeneteket, hogy nem szeretné a tesódról videót csinálni, meg hogy ő is meséljen magáról, meg ilyesmi, úgyhogy majd jött a nagy nap, amikor őt is jobban megismerhetitek. Úgyhogy kitettem a Instagramra, hogyha van bármi kérdésetek így hozzánk, vagy hozzá, vagy velünk kapcsolatban, akkor tegyétek fel, úgyhogy ezekre a kérdésekre fogunk ma válaszolni. Szóval jött jó sok kérdés, de van köztük azért nyilván sok ismétlődés is, úgyhogy így azokat fogom kiválasztani, amik mondjuk többször is voltak, meg amik mondjuk érdekesebbek, és akkor ezeken fogunk így gyorsan végigmenni. A legelején volt több olyan kérdés, hogy hány éves vagy és hány év van közöttünk? 16 éves vagyok és 8 év van köztünk. 8? Igen, mert én 24 leszek, úgyhogy olyan elsős vagy másodikos voltam súlyban, amikor emlékszem, hogy már nagyon váltunk, hogy megszülessél. Andris kérdését megválaszolva, ezek szerint már legalább 16 éve és 3 hónapja és 14 napja vagyunk testvérek. Volt olyan kérdés, hogy csak ketten vagyunk-e, vagy van még testvérünk. Ezt is mondtam már több videóban is, hogy van még egy középső húgom is, aki nem tudom, hogy videóban. Talán benne volt már, de szerintem még ő egyáltalán nem beszélt. És így hárman vagyunk testvérek, én vagyok a legnagyobb, ezt a legkisebb, és van még Danci, aki a középső. Nagyon sokan kérdezik, különbözően megfogalmazva, hogy ő is ennyire sportos és tudatos beállítottságú, mint te, illetve hogy ő is egészségesen étkezik, meg figyel erre, meg ilyesmi. Hát sportosnak sportos vagyok, mert nem tudom, hát 4 évesen kezdtem elmegozni. Már 4 évesen? Először. Ja, de közben én csináltam hát, már dolgokat. De akkor kezdtem már először. De így az egészséges étkezés is ennyire nem, az még így. Hát azért ez túlzás, mert ezt olyan szempontból szerencsés volt, hogy kb. Már ebbe a dologba így beleszületett, szóval ő már nem volt soha az a fajta, aki mondjuk hazajön, és akkor nem tudom, chipset eszik szerintem hát így nem. A tanulás mellé, meg ilyesmi. Előttem még nálunk ez sokkal jellemzőbb volt, hogy nasiztunk egy csomót, meg tök máshogy ettünk szerintem még akkor, amikor ő még nagyon pici volt, és nem volt még semmi ilyesmi. Viszont mostanában ugye az egész család étkezés megreformálódott, és ezért aztán ő megszerette már azt, hogy sima natúr csirkét eszünk, meg salátát, tehát simán eszik ő is ebédre csirkét salátával, csak igazából bele sem gondol szerintem abba, hogy ez egyébként olyan egészséges, meg hogy a legtöbb családban ez mondjuk nem feltétlenül normális. Ja, nálunk viszont igen. Úgyhogy szerintem igenis odafigyel, de igen azért ő nagyon szeret mondjuk cerbónát reggelizni, meg nutellás kenyeret, meg mindenféle ilyesmit, de mivel rengeteg sportot azért nála simán belefér, tehát kell is neki az energia. Úgyhogy igen, sportolni pedig, ahogy mondta, 4 éves korától, de azt is úgy, hogy versenyszinten, tehát ez elég kemény, azért azt így mesél, de hogy kell elképzelni, és akkor nem tudják, hogy mi az aerobik. Hát most az aerobikot igazából leírni, olyan nem tudom, ilyen torna, meg tánc, így összerakva, és hát heti 4-szer járok edzésre, 2 órában. Jó, akkor majd én elmondom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy levegőből ugranak le spárgába, meg ilyen mindenféle olyan ugrások vannak benne, hogy így nézni is fájdalmas néha. Tehát így elég kemény és intenzív sport. Úgyhogy lehet már te nutellás kenyeret tenni. Mi a legjobb és mi a legrosszabb abban, hogy van egy nővére vagy húga az embernek? Hát a húgáról nem tudom nyilatkozni. Én pedig a nővéréről. De hát szerintem így az, hogyha így van valami, akkor így mindig van valaki, aki ott van, vagy nem tudom, aki lehet számítani, vagy nem tudom. Meg hogy így a családban is, hogy többen vagyunk, így sokkal jobb, hogy nem egyedül vagyok a nagyokkal, hanem... Hát egyrészt, hogyha vagyunk egy családban is történik valami, akkor azt mindig meg tudjuk egymás között beszélni, és az mondjuk így nagyon jó érzés, hogy nem vagyunk így ilyen szempontból egyedül a problémákkal. Meg hogyha elmegyünk nyaralni, akkor úgy tényleg így egy csapat vagyunk, nem az, hogy csak elmegyek anyáikkal nyaralni. Igen. Igen. Mondjuk nyilván az így elég rossz, hogy én már több mint 4 éve ugye nem lakok itthon, és nem lakunk így konkrétan együtt. Ezért aztán picit más érzés, mint amikor még úgy volt. És ez hiányzik is egyébként nagyon, de jó érzés, hogyha van az embernek hú. Nővérem pedig sosem volt, sajnos vagy, szerencsére, úgyhogy
van több ilyen kérdés is, hogy miben különböztök nagyon, például érdeklődés, sport, kaják, és miben hasonlítok egymásra belsőleg. Ez nagyon nehéz így megfogalmazni, hogy rólunk van szó, de szerintem nagyon sok mindenben hasonlítunk. Ez igen. Ez nem belsőleg, de mind a ketten nagyon tudunk hadarni, és nagyon gyorsan beszélünk, szerintem ezt így a baráti körünk meg... Igen, de azért barátaim is mindig mondják, hogy úgy, ugyanúgy beszélsz, mint egy oda videóiban. Na tessék, a barátokat kell megkérdezni, mert ők ismerik ezt, tehát nézik a videóimat, és rögtön megmondják, hogy miben hasonlítunk. Igen. Külsőre is hasonlítunk szerintem valamennyire, de azért mégsem teljesen. Dancival talán sokkal jobban, volt egy időszak, amikor sokkal jobban hasonlítottunk. Igen, hát nem tudom így. Vannak olyan dolgok, amiben néha igen, de úgyhogy folyamatosan valami ugyanolyan, én szerintem nem jó van. Igen, de az ízlésünk például azt mondom sokszor egyezik, tehát simán, hogy hazajövök, vettem egy új ruhát, Eszternek pont ugyanolyan van, és nyilván igen. Meg sem beszéltük, úgyhogy olyan dolgok, amik így nem teljesen egyértelműek, de aztán mindig rájövünk, hogy hát azért valószínűleg testvérek vagyunk. Igen. Tudom, amikor Milánóban voltunk, és így akkor volt több időnk beszélgetni, meg sok mindenről beszéltünk, akkor is így, ahogy elmondtuk egymás dolgait, akkor így rájöttünk, hogy hát azért valami van köztünk. Igen. Még így is, hogy egyébként nem élünk együtt most már, úgyhogy... Mi volt eddig a legnagyobb veszekedésetek? Én arra sem emlékszem, hogy valahol veszekedtünk előszintén, szóval. És a Dancival biztos tudom én mondani. Igen, Dancival valahogy mindkettünk. Ugye mindkettünk kevesebb korkülönbség van a középső testvérünkkel, és valószínűleg ebből adódóan mindkettőnknek több konfliktusa volt mondjuk vele. De szerintem nem voltunk egyáltalán rossz testvérek így összességében sem. Úgyhogy nem tudnék ilyen fú, de nagy izéket mondani, nem voltam az a terrorizáló nővér szerintem, tehát soha nem tudom, dugtam sárba a fejét, vagy ilyenek, szóval nem voltak ilyen fú, de emlékezetes sztorik. Többet is megkérdezték, hogy hogy van a lábad? Jobban, már nagyjából működik. Mi történt vele egyébként a képzőleg, nem? Hát edzésem voltam, és így ugrásban rosszul elkezdtem, és részlegesen tettem benne, szakadt a szal. Na erről beszéltem. Milyen egy ismert ember testvonjának lenni? Te is szeretnél videózni? Videózni nem. Szeretnék. Videózni most csukkát megjöztem, hogy leüljön mellé videózni, de most vették kamerát egyébként, úgyhogy ami késik nem múlik. Nem. De egyébként hát érdekes így ismert embernek a húgának lenni, mert például... Érdekes, hogy egyáltalán miért valami ismert ember vagyok. Mármint, hogy így nem tudom például az iskolában is, hogy olyan emberek tudják, hogy én ki vagyok, akikről fogalmam sincs, hogy kicsoda, és akkor jönnek, hogy jaj, te vagy a Böckler Kriszti húga, és én meg így sose láttam őket, vagy nem tudom, aztán így érdekes, hogy mindenki tudja, hogy ki vagyok. Nekem is nagyon furcsa érzés, hogy én az Eszter barátai közül csak egy nagyon néhányat ismerek, de ők meg ismernek engem. Ez igen. Érdekes. Milyen a legviccesebb, legkedvesebb közös emléketek? Hát a legkedvesebb szerintem most a Milánói. Ez egyértelmű, szerintem az nagyon nagyon jó került, és az ugye nem még volt, úgyhogy az így top listás. Igen. Hát a legviccesebb, nem tudom. Nem tudnék miért mondani most kétlen én sem. Eszter is egészséges életmódot folytat, számolja a makrókat. Hát hál' Istennek nem is, remélem, hogy nem is fogja. De mint mondtam, egyébként tényleg nem azt mondom azt, hogy nem válogatós, mert ez elég válogatós tud lenni. De most, ahogy így növekszik, már egyre több dologgal megpróbálkozik. És mondjuk mostanában mindig olyan smoothie tálakat csinálom, amiket én is szoktam, hogy ilyen málnatúr mix, hogy kidíszítem mindenféle gyümölcsökkel, meg ilyenek, úgyhogy azért vevő az ilyen dolgokat, szerencsére. Igen. Mi ezt a legidegesítőbb szokása otthon? Hát, ahogy mondtam, amiatt, hogy már nem igazán élünk együtt, csak ilyen hétvégén találkozunk, ezért nehéz ezt így megmondani. Régen, amikor még együtt laktunk, akkor még hát kisebb volt nyilván, és nekünk így, nekem is, meg Dancnak is, meg úgy általában a konyha az ilyen fontosabb terület, és akkor emlékszem, hogy voltak olyanok, hogy te mondjuk még akkor nem pakoltál el magad után, vagy nem tudom, és ebből voltak ilyen problémák, de szerintem én soha nem vezekettől emiatt, mert gondoltam, majd felnőzés és megtanulod. De mondjuk az idegesítő volt egy kicsit. És akkor már nekem? Már olyan régen voltál itthon nagyon sok ideig, hogy az időre már nem is emlékszem, mert nagyon pici voltam, úgyhogy... Elég vagy valamit emlékezni. Nagyon sok mindenkit érdekelt, hogy Eszter is hasonlóan étkezik-e, mint én. Amúgy van egy hasonlóság, mindketten imádjuk a pizzát, úgyhogy emiatt aztán nagyon jó el voltunk Milánóban, és nem volt ezeket is azzal kapcsolatban, hogy miket tegyünk. De valamennyire hasonlóan egyébként. Én szívesen étkeznék hasonlóan, mint Eszter, mert nagyon el tudnám viselni én, és ha minden reggel lehetnék nutás, meg töltött szerbunet, meg ilyeneket is, és simán beleférne, de lehet nem sportolok hozzá.
apa kérdezte, hogy hogyan lehettek ilyen szépek. Hát ez valószínűleg neked is anyának köszönhető. Mi a kedvenc zöldségetek és a kedvenc gyümölcsötök? Kedvenc gyümölcs, válna. Kedvenc zöldség, meg nem tudom, uborka. Én uborkát továbbra sem díjazom a versenydiéta óta. A kedvenc gyümölcsem a eper talán, a kedvenc zöldségem pedig a brokkoli. Korkülönbség, ezt nyilván mondtuk, hogy 8 év, de valaki kérdezte, hogy jó ez így, vagy voltak belőle gondok már, hogy lehetne kevesebb is. Szerintem pont jó, mert hogy nyilván tök jó lenne, hogyha mondjuk egy év lenne közöttünk, vagy ilyesmi, de amiatt, ahogy mondtam, hogy több év van közöttünk, sosem voltak akkora konfliktusok. Igen. És most, hogy Eszter már egyébként 16 éves elmúlt, szerintem tökre kezdünk így összenőni, és mindent meg lehet beszélni, úgyhogy... Igen. Arra soha nem gondoltam, hogy lehetne kevesebb, vagy több, vagy ilyesmi. Meg emiatt, hogy hárman vagyunk, ezért nagyjából eloszlanak a dolgok. És most már mind a hárman nagyjából ugyanott tartunk így gondolkodásmódban, meg ilyesmi, úgyhogy egyébként így eléggé jól előtt osztó szerintem. Igen. Milyen tesók voltatok kiskorotokban? Én szerintem, amikor kicsi volt, akkor én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy is táplálhattam, meg fürdöthettem, meg pelenkáztam, meg nem tudom, tehát én ilyen bavázós voltam szerintem mindkét tesómmal, úgyhogy... Úgyhogy jó viszonyban voltunk szerintem. Szerintem is, amennyire emlékszem. Hát annyira nem volt izgalmas igazából, hogy ilyen a sztorikat meséljünk tényleg, de inkább ne legyenek sztorik és legyünk jó testvérek, mint fordítva. Úgyhogy ennyi. Na hát nagyjából ezek voltak azok a kérdések, amik mindegyik kérdésben megjelentek, úgyhogy ezekre megválaszolom. Remélem, hogy picit jobban meg tudtátok ismerni Esztert, én pedig remélem, hogy máskor is hajlandó lesz velem videózni, akkor én többet fog beszélni. De a lényeg az, hogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!